Eger az egyetlen megyeszékhely, amellyel Budapest kulturális együttműködési megállapodást kötött. Ráadásul több múzeum felújítása miatt ide költöznek egyébként csak a fővárosban látható kiállítási anyagok. Emelte ki Martonné Adler Ildikó alpolgármester az Acél és Arany című tárlat kapcsán. Mint mondta, a város törekvése újabb kiállítóhelyeket nyitni, a Ziffer Sándor, vagyis a volt Zsinagóga Galéria felújítására is pályáznak. Büszkék vagyunk a kulturális és történelmi értékeinkre és emlékeinkre, és úgy gondolom, hogy Eger képes arra, hogy az Eger 2023 Európa Kulturális Fővárosa címet sikerrel pályázza meg. Ebben a pályázatban markáns szerepet fog játszani a Dobó István Vármúzeum. Kelenik József kurátor elmondta, a kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozásokat is kötnek. Nem csak az iparművészeti anyaga jelenik meg Egerben, hanem átvitt értelemben az iparművészeti munkatársainak szellemi potenciája is jelen lesz ebben a kiállításban. És ezt nagyon fontosnak tartom abból a szempontból, hogy a szakmai kapcsolataink épülnek, tágulnak, bővülnek Budapest és a főváros felé. Bújdosné dr. Papp Györgyi szakmai igazgató helyettes úgy fogalmazott, a Vármúzeum sincs lemaradva az oszmán kincsen gondozásában, méltó partnere etéren az Iparművészeti Múzeumnak.